Na hát, sziasztok, sziasztok! Elérkezett, hogy újabb körmöt készítsek magamnak. Hát itt a mutatón látszik azért, hogy van némi hiányosság. Ez itt konkrétan letört. Ez is be van törve, úgyhogy ezt is le kell ezt teljesen reszelnem és újraépíteni. Látjátok, hogy mozog. Úgyhogy a többi úgy, ahogy még meg is van, de azért jócskán le van már nőve. Úgyhogy hát most ennek állunk neki. Van a fejemben egy terv, de nem úgy fog sikerülni, sajnos. Úgyhogy előre szólok, hogy ez a videó nem egy hogyan készítsd a körmöt, hanem hogyan ne roncsd el. Jaj, nem, tényleg nem azért mondom, de nagyon, nagyon nem vagyok vele megelégedve. Szóval lecsiszoltam a körmeimet szépen, hát kiderült, hogy ezt a nagy ujjamat is újra kellett szépítenem, mert meg volt egy kicsit repedve, meg ugye a másik kettőt, amiről már szó volt. Elsőnek mindig a nail prepet használom előkészítőnek, utána pedig a primert szoktam. Általában én ezt a kettőt így egymás után, és akkor utána jöhet az építkezés. Csinálok egy vékony zselé réteget, és arra fogom a géllakkot elkészíteni. Először kimosom az ecsetemet, egy ilyen kis zseléfixáló folyadékkal teszek papírtörlőre, aztán egy kicsit át mosogatom vele az ecsetemet. Egy sima Too & Beauty-s építő zselét fogok használni, és akkor először csak a természetes köröm felületére egy vékony réteget készítek. Aztán, ha ezt megköttettem, akkor fogom majd felhelyezni a sablont. A sablon felhelyezése után pedig a hosszát fogom kialakítani, szintén ebből az építő zseléből, úgyhogy ugye a szabad szélt megformázom vele úgy nagyjából, meg ugye még a körömágyra is ugye húzok rám, és akkor így egybe egy ilyen zseléréteg fog képződni, aztán ezt is ugyanúgy majd megköttetem. Lámpázás után pedig eltávolítom a sablont, és akkor hát látható, hogy milyen lett a körmöcske. Ez lesz ugye az alap, és akkor most ezt még a nagy ujjamon lévő
körmöt is megcsinálom. Még itt úgy éreztem, hogy erre még kell lesz egy zselé réteget készítenem, mert hogy még egy kicsit vékonynak ítéltem. Gondoltam, hogy nem lesz olyan tartós, hogyha ezt nem erősítem meg, úgyhogy még itt ezeket próbáltam kijavítani, ezeket az esetleges kis hiányosságokat. Amikor elkészült, akkor egy kis zseléfixálóval áttörlöm a körmöket, hogy ugye a ragadóságát azt ugye elveszi. Aztán egy picit ugye az ecsetemet is szépen eltörölgetem, megtisztogatom, és elpakolom a zselét, mert már erre nem lesz szükség. Aztán pedig egy 100x180-as reszelővel megformázom szépen, hogy ne legyen sorjás a köröm, az elejét, az oldalát, a felületét bemattítom, úgyhogy ezt egy kicsit így átreszelgetem, hogy ugye szép formája legyen. És akkor most jöhet az izgalmasabb rész. Szintén használok előkészítő folyadékot, nail preppet és primert, és akkor utána jöhet majd az alapozó réteg, a base, egy sima átlátszó alapréteg a gel lak. Thank you.
Alapozóból nekem kétféle szokott lenni, egy hígabb, meg egy sűrűbb, és általában először a sűrűbbel, utána pedig a hígabbal szoktam az alapot elkészíteni. Úgyhogy én mindig általában két réteget szoktam a base-ből használni. És akkor jöhet a szín. Kétféle színnel fogok dolgozni. Az egyik ez a ilyen babakék, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, egy ilyen nagyon kis kellemes kék színű. A másik pedig egy ilyen leginkább a baby boomerhez használatos, egy ilyen nagyon alap rózsaszín, ami inkább ilyen körömágy szín jellegű, tehát nem az a nagyon erős rózsaszín, hanem inkább ilyen áttetszős maga a szín. Tehát nem annyira fed, amint látjátok is, hogy egy eléggé halvány a színe. Úgyhogy ezt a kettőt használtam, és ugye felváltva próbáltam, hogy a két középső ugye más szín, a két szélső megint. És akkor majd ebbe próbálok valami díszítést csempészni, de hát na, mindegy. Nem úgy fog sikerülni, ahogy terveztem, az a lényeg. A színekből kettő réteget használok. Két rétegben számomra úgy fed rendesen. Ja, igazából hármat is elbírna. Lehet, hogy akkor jobb volna még a színe, szebb volna. De én úgy gondoltam, hogy kettővel is nekem számomra megfelelő. Amikor elkészültek a körmöcskék, akkor zseléfixálóval át fogom őket törölgetni, hogy ha esetleg ragadós vagy ragacsos lenne a felszíne, akkor ezt megszüntesse. És most pedig átbufizom, hogy egy picit bemattítsam, és egy kicsit, tehát ne legyen ez a fényes felületem. Na most jön a trükk, amit próbálkoztam ezzel a sablonnal, sablon darabokkal, valami sablont készíteni a körmömre, mert hogy a közepére akarok húzni a rózsaszínbe kék csikot, és ezt próbáltam úgy lesablonozni. Sikerült végül is, de egy kicsit megkilódtam vele, mert hogy én ilyen szép vékony vonalat nem tudok húzni ecsettel, ugye maga a festő ecsette az sokkal vastagabb a géllaknak, úgyhogy na mindegy. A lényeg az, hogy én ezt így próbáltam ki, így találtam ki, aztán így is csináltam meg. Úgyhogy úgy lett benne középen egy kék, viszonylag szabályos kék csík. A másikon is ugyanúgy a gyűrűsön elkészítettem. Úgyhogy így. És aztán ezt így próbáltam volna kontúrozni fehérrel. Na itt cseszerintettem el, mert szerintem ezt nem kellett volna. De már amikor ugye elkezdtem megcsinálgattam félig meddig, akkor már úgy voltam vele, hogy hát most már leszedni meg megint nem nagyon volna jó, úgyhogy inkább hagytam. Túl sokat képzeltem, tehát vagy a fehér csík nem kellett volna, majd a későbbiekben lehet a kis gömböckék nem kellettek volna bele, nem tudom, mert majd fogjátok látni, hogy fogok beletenni a kis gömböcdíszeket. Ez már úgy too much volt szerintem, ez így most már együtt ez a sokféle minden, úgyhogy lehet, hogy ha így meghagyom csikosan, még így lett volna talán a legjobb, vagy ha nem rakok csikot, csak a gömböket, nem tudom, de túl gondoltam az egészet, és a végén számomra egy nagyon nem igazán tetsző dolog lett a végeredmény, úgyhogy ezt az avonos díszítő elemeket használtam, ebből is ezt a gömböcös aranyszínű kis díszítő elemet. Felvittem top coatot, tehát fényzselét, és abba pakolgattam bele ezeket a kis gömböckéket, kis golyócskákat, és akkor így gondoltam ki ezt a díszítést, de na mindegy. Hát nem olyanet, mint amilyet szerettem volna, vagy amilyen így a fejemben el volt képzelve, úgyhogy nem baj, majd legközelebb másabbat próbálkozunk.
Aztán a kis kövecskéket megköttettem a lámpába, és akkor a végén utána az egészet pedig fényzselével, abból is két réteget szoktam használni, fényzselével áthúzom, hogy szép fényes, meg még tartósabb is legyen ugye a kövek is, meg hogy fényes legyen a többi körömnél a felület. És akkor nincs más hátra, mint előre, következik a másik kezem. Annál is ugyanúgy használom, hogy az előkészítő folyadékokat használok kettő rétegben base-t, de kettőt ugye külön-külön megköttetem, és akkor utána jönnek majd a színek. A színeket pedig pont fordítva csináltam, mint a másik kezemben, tehát a mutatón meg a kicsin van a rózsaszín, a két középsőn lesz kék, és akkor ugyanúgy ezt a becsikozós témát itt is elkövettem, csak ugye szintén fordítva a színekkel. Úgyhogy, hát nézzétek, hogy milyen lett. Úgyhogy nézzétek meg, hogy milyen lett a végeredmény. Végül is nem kell szégyelnem, mert igazából nem lett annyira csúnya. Falura jó lesz az nekem, de azért nem ilyet terveztem. Majd legközelebb megpróbálok előre jobban kigondolni. Örülök neki, hogyha itt voltatok. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, legközelebb találkozunk. Puszi!